Május 1 érvénybe lép az egészségbiztosítási kártyákat alkalmazó rendszer, így a betegek csak a kártya felmutatása ellenében részesülhetnek ellátásban. A kártyák körül azonban még mindig sokat tisztázatlan kérdés. Körülbelül 13 millió biztosított jutott eddig hozzá a kártyájához, ebből kevesebb mint 5 milliót aktiváltak. Ez azonban nem kötelező addig, amíg a biztosított orvosi ellátásban nem részesül. A kártyának mindig a betegnél kell lennie, nem szabad a családorvosnál maradnia, hogy az elvégzett szolgáltatásokat ellenőrizhessék. Nem elülhessen fel a gyanú, hogy a kártyát az orvosi ellátáson túl is használják, amikor a beteg semmilyen ellátásban nem részesül. Ez a mi felelősségünk, de a beteg is, ha a kapott ellátása vagy az egészségére költött összegekre gondol, hogy csak valós kezelésekre költsön. Jelenleg több mint 500 ezer kártya vár még kiosztásra. A 4 ezerhez közelít azok száma, akik visszautasították a kártya használatát. Ők egy ideiglenes igazolást igényelhetnek. Valaki visszautasítja ennek a kártyának a használatát, vagy nem jutott a tulajdonába, vagy tönkrement a kártya, vagy megváltoztatta az adatait, és már nem aktuális a kártya, akkor igényelhet a biztosító háztól egy orvosi igazolást, illetve nem orvosi igazolás ez, hanem egy biztosított igazolás. Az így kapott igazolás három hónapig érvényes, a rendszer szempontjából azonban nem egyenértékű a kártyával, hiszen nem teszi lehetővé a biztosított szolgáltatások pontos követését.